9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Szép napot kívánok! A következő fél órában kérem utazzanak velem Szabó Sándor gitárművész varázslatos világába. A gitár története több száz évre tekint vissza. Utazzunk egy picit vissza a 15. századba, amikor is megjelent ez a hangszer. Hát talán még régebbre is vissza lehet tekinteni. Valójában inkább a 13. századra tehető, amikor megjelent az európai kontinensen. Egyébként nagyon a kutatók nagyon sokat vitatkoznak, hogy merről honnan jött a gitár. Én azt vallom, hogy tulajdonképpen mind a két irányzatnak igaza van. Ugyanis az egyik irányzat azt mondja, hogy a gitár keletről jött Európán keresztül, a másik irányzat szerint pedig Afrikán keresztül, de megint csak keletről, és akkor valahol a mórokon keresztül, ott az a kis rövid tengeri úton keresztül átkerült, hogy a spanyol ország akkori területére, és akkor a gitár úgymond megjelent. Hát én úgy gondolom, hogy a gitár, amikor a móroktól átjött, már akkor is valamilyen formában, mint húros hangszer jelen volt Európában. Azonban ez vagy népi hangszerként, vagy csak, hogy mondjam, ilyen szuvenírként volt jelen. Nem vették komolyan, hiszen nem volt egy fejlett, nagyon magasan fejlett hangszer, halk volt, így aztán nem vették tekintetbe a zeneszerzők. Ez a tulajdonsága sajnos végigkísérte a gitárt egész történetén keresztül, ugyanis ha megnézzük, hogy van az úgynevezett klasszikus muzsika, és a klasszikus muzsikán belül valahol a gitár egy periféria. Külön, mintha egy külön szekta lenne a gitárosok birodalma. Nagyon kevés olyan gitár műszületet, ahol a nagy zenekar és a gitár együtt játszik. Ez mind sajnos a hangerő különbség miatt van. Tehát mondhatnám azt, hogy a gitár az egy külön kultúra. Sőt, mondhatnám azt, hogy egy külön szubkultúra a klasszikus muzsika kultúráján belül, legalábbis itt Európában. És ma a 21. században hol foglal helyet? Mennyire népszerű? Nagyon jó kérdés, és van egy nagyon jó válasz. Az eladott gitárok számát tekintve a legnépszerűbb hangszer, viszont abban a tekintetben, hogy hány gitárkoncert van, illetve hányan játszanak igazi muzsikát gitáron, ilyen tekintetben azt mondhatom, hogy egyáltalán nem népszerű hangszer. Tehát a gitár ez ilyen pseudo népszerű, úgy tűnik, mintha népszerű lenne, de valójában nem. A gitár kultúrát azért két oldalról lehet látni. Hát egyik oldala maga az, hogy gitározás. Ez magában foglalja azt, hogy nagyon sok ember, főleg fiatalok, megpróbálják a hangszert, kipróbálják magukat a hangszeren, különösebb elhivatottság nélkül,
és néha igen jelentős, de többnyire technikai alapú és látvány alapú produkció születik az ilyenfajta gitározásból, és aztán ebből van a több. A másik része a gitározásnak pedig az, ami tényleg kreatív, és tényleg ami gazdagítja a mai zene kultúráját. Hát ez megint csak ezen a gitározáson belül egy periféria. Mi a véleménye arról, hogy manapság a 21. században a fiatalok életéből teljesen kivonzárva szinte a zene és a kultúra? Hát én arra gondolok azonnal, mivel én ezt évtizedek óta figyelem és látom, hogy ez egy globális probléma. Hát alapvetően néha az az érzésem, hogy ez szándékosan történik így. Vagy pedig, ha nem is szándékosan, de egyéb szándékos dolgok következményeként. Ez azt jelenti, hogy alapvetően ennek a mindig a GDP-re és a fejlődésre hivatkozó és törtető világnak alapvetően fogyasztókra van szüksége. Most a fogyasztó akkor ideális, ha lehet felülről manipulálni, erre valók a médiák, hogyha lehet kormányozni és lehet ellenőrizni. Na most ilyen tekintetben a kultúra az egy nagyon sarkalatos pont, ugyanis a kultúrán keresztül az emberek képesek gondolkodni. Én azt látom, hogy az ideális fogyasztónak nem érdemes, nem szabad gondolkodni, legalábbis a felső hatalom szempontjából, mert akkor kiszámíthatatlanná válik. Ráadásul itt van a művész és a művészet esete. Azt is érzékelem, hogy a művész az utolsó olyan emberi lény ezen a földön, aki még nagyon erősen hordozza magában a szabadság szimbólumát, ami viszont ennek a új világnak nem jó. Tehát nem nézi jó szemmel, hogy van úgynevezett művészet, és ebben a művészetben vannak művészek, akik nagyon szabadon gondolkodnak, olyan dolgokról beszélnek, és olyan dolgokat találnak ki, ami nem igazán támogatja az úgynevezett globalizációt és az új világrendet. Gyakran hallani ezt, azért mondom én is ezt, hogy világrend. Lépjünk is át az ön művészetére. Mi inspirálja ezeket a különleges szólamúzenéket? Egy kicsit vissza kell kanyarodnom évtizedekkel korábbra. Ugyanis, hogy mit játszom ma és miért ilyet, ez csak akkor válik érthetővé, ha ismert az is, hogy milyen közegben nőttem föl, illetve mi az a kulturális emberi aura, ami körülvesz. Tehát ugye adott az, hogy én ide Közép-Kelet-Európába, Magyarországba születtem bele, a maga tipikus mindenfajta helyzetével, erőtereivel együtt, és ráadásul vidékre, ami nagyon fontos, hiszen ez a fajta vidékiség, ez kezdetől fogva meghatározta mindazt, amit tehetek, vagy amit majdan tenni fogok. Nos, valamilyen módon megtalált a gitár engem, vagy én találtam meg a gitárt, ez talán kölcsönös. A lényeg az, hogy nagy-nagy elszigeteltségben kezdtem tanulni a hangszert, és ráadásul nem hivatalos, tehát nem akadémiai vonulatot járt végig az én tanulmányom. Magántanárnál kezdtem, és aztán gyakorlatilag, amikor a magántanárom már nem tudott nekem mit mutatni, akkor jött a legnagyobb beavatás magam, mindent magamtól. És hát ami ezekben a 60-as években és a 70-es évek elején itt zeneileg észlelhető volt Magyarországon, részben ebből nyertem táplálékot, másrészt pedig egy idő után kezdtem érezni, hogy a muzsikák nem kívülről jönnek, hanem jönnek föl belülről. Tehát van valami mélyebb elhivatottság, aminek hatására én elkezdtem
a saját muzsikámat kialakítani. Valamikor olyan 20-25 évvel ezelőtt valami inspiráció hatására mániákusan elkezdtek érdekelni a keleti muzsikák. Először az indiai zene, később aztán a japán, koreai muzsika, később az arab zenék, tehát a makámok. És mind a mai napig ez a fajta érdeklődésem ez fönn van, és miután az elmúlt 15 évben nagyon sokat utaztam, személyesen is meg tudtam szemlélni ezeket a muzsikákat, akár Japánban vagy Koreában. Nyilván gazdagítottam a gyűjteményemet is. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy belülről is egyre több ilyen exotikus, legalábbis itt Európában ezt mondhatjuk, hogy exotikus dallam és exotikus zenei világ kezdett kinőni belőlem, és egyre inkább meg tudom mutatni ezt. Kivel vagy kikkel dolgozna szívesen együtt, illetve van-e példaképe? Hát nem tudom, nekem nincs példaképem. Vannak példaképeim, de alapvetően nem, például nem gitárosok. Tehát ezt nagyon sokan furcsának vélik tőlem, hogy nincs egy gitáros, akit követnék. Nincs. Mert én alapvetően muzsikus vagyok, és csak másodszorban vagyok gitáros. Tehát most furcsa, ha azt mondom, hogy annyira engem a gitár nem is érdekel. A muzsika érdekel. Az, hogy a gitárhoz kaptam beavatást, az nagyon fontos, és nagyon hálás vagyok a sorsnak ezért, de ez csak egy eszköz. És hogy hát kikkel szeretnék játszani. Igazából ezt a sors hozza mindig. Tehát én nagyon sokat játszom külföldön, különböző fesztiválokon, és ugye az internetnek köszönhetően most már nagyon kicsi a világ, bárki bárhol elérhető. Tehát egyrészt engem el tudnak érni, én is el tudok érni másokat, és ha kapok valamiféle inspirációt, hogy mit szeretnék csinálni, ezekhez megvannak az emberek. Hát most mondanom kell példát, hogy ez érthetővé váljék. Néhány évvel ezelőtt jöttem hazafelé Kanadából, és a repülőgépen utazva arra gondoltam, hogy csinálni kéne egy olyan produkciót, ami a mélységről szól. Hiszen kinéztem a repülőgépből, és azt mondtam, hogy 11 kilométer magasan vagyunk. De még ott van alatta 4 kilométer víz. Micsoda mélység. És akkor ezt a fizikai mélységet ezt megpróbáltam absztrahálni egy kicsit másként. És például ott született meg az a produkció, aminek azt a nevet adtam, hogy a mélységbirodalma, ahol volt két basszusgitáros, akik nagyon mélyen játszottak. Az egyik volt a Michael Manring, a másik pedig a Ralph Gauck, és én voltam középen a bariton gitárjaimmal, ami a normál gitárnál ugyancsak mélyebb. És ez egy nagy kihívás volt, hiszen ennyi mély hangú hangszerrel úgy muzsikálni együtt, hogy nagyon intelligens és hallható legyen minden hangja, az nagyon nehéz. Thank you.